A tavaszi szezonnyitó rendezvénynek számító gasztrokulturális fesztivált Molnár János polgármester, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Huba Imre vármegyei közgyűlési elnök nyitotta meg, és kívánt jó szórakozást. A nap során a vendégek a nagykunság ízvilágát is megkóstolhatták. Volt itt birkapörkölt, töltött káposzta, káposztás hús, kapros túrós pite, medgyes, almás, mákos rétes, Ferdinánd, pogácsa, paraszt kifli, zserbó is. Miközben az asztaloknál ebédelt a több száz fős érdeklődő, addig a színpadon kulturális műsor volt helyi gyermek és felnőtt néptáncos és modern táncos csoportokkal és vendégművészekkel. A vásári forgatagban kézműves termékeket, mézet, sajtot, sört, lekvárt, bombont is vásárolhattak a fesztiválra látogatók, és ezen a napon kedvezményes volt a fürdőbelépő is.